Napi rendelőti felszólalásában dr. Helmeci László arra hívta fel a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetű megyéknek, köztük Szabolcs-Szatmár-Beregnek is plusz felzárkóztatási programokra és további forrásokra van szükség, hogy a hátrányokat le lehessen küzdeni. A közgyűlés elnöke válaszában úgy fogalmazott, a területfejlesztési források elosztásánál a GDP és a fejlettségi mutatókat is figyelembe vette a kormány, így várhatóan ez az elvárás teljesül. A legnagyobb érdeklődést a megyei munkaügyi központ igazgatójának számolója váltotta ki, aki az aktuális munkaerőpiaci helyzetről számolt be. Látható, hogy akár a KSH, akár a munkaerőpiaci szervezet mérései szerint a munkanélküliek száma az csökken, egy év viszonylatában a mérvadó, tehát egy év viszonylatában jelentősen csökken. A regisztrált álláskeresők száma most novemberben, a tavaly év novemberéhez képest több mint 13%-kal csökkent. Most jelen pillanatban 48.200 fő körül van a regisztrált álláskeresők száma megyei szinten. Nagyon fontos, amit a KSH mér, az a foglalkoztattak száma és aránya. Most jelen pillanatban látható, hogy egy év viszonylatában jelentősen nőtt. Most jelen pillanatban 205 ezeren vannak foglalkoztatottak a megyében. Az ellenzék szerint a munkanélküliséget érdemben csak új munkahelyek teremtésével lehet kezelni. A közfoglalkoztatás nem nyújt valódi megoldást. Munkahelyeket teremteni, ez a legfontosabb, és a közfoglalkoztatásnak azt a szerepet kellene betölteni, hogy fiatalokat felkészíteni arra, hogy a munkaerőpiacra be tudjanak lépni. Ma nem működik, nincs munkavilága, nincs munkaerőpiac, csak közfoglalkoztatás van. Ha ez így működne, de ez munkahelyek kellene, akkor azt gondolom, hogy ez a közfoglalkoztatás betölteni azt a szerepet, hogy megtanítani a munkahelyre menni, ott munkát végezni és menne tovább, és akkor egy fix fizetését, nem nettó 49 ezer forintért dolgoznának. A Jobbik frakció a téli közfoglalkoztatással kapcsolatos képzéseket kritizálta, amelyben a megyében közel 10 000 főt vonnak be. Adorján Béla szerint az oktatási programok valójában nem javítják az állástalanok elhelyezkedési esélyeit. Lehet, hogy ez az oktatási program segít néhány embernek, ugyanakkor én azt állítom, hogy tekintettel arra, hogy van elég képzett szakemberünk, és van elég képzett felsőfokú vagy középfokú végzettségű emberünk, és még nekik sem tudunk munkát adni, tehát én azt állítom, hogy ez a program nem fogja megoldani a megye foglalkoztatás politikáját. A hozzászólásokat követően a közgyűlés egyhangulag fogadta el a munkahelyi központ igazgatójának beszámolóját. A megyei közgyűlés elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a munkahelyteremtésben a megyei önkormányzatnak is nagyobb szerepe lehet a jövőben, hiszen a területfejlesztéssel kapcsolatos források elosztása lehetőséget biztosít a munkahelyteremtő beruházások támogatására. Közvetlen hatásköre nincs is a megyei közgyűlésnek erre az ügyre, hiszen a kezelés az egy állami szervezet rendszeren keresztül történik meg. Jövőben viszont a területoperatív programok kivitelezésénél, az egyes programok meghatározásánál nagyon kell figyelnünk arra, hogy azzal a kormányzati szándékkal összehangban, ami a munkát helyezi előtérbe, nekünk is elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat kell támogatnunk a jövőben. A munkaerőpiaci helyzet értékelésén túl a napirendek között szerepelt a vásárhelyi terv folytatása, amely pozitív hatással lehet a megye vízgazdálkodására, valamint a Mandala-Dalszínház éves beszámolója, amit szintén egyhangulag fogadtak el a képviselők.